Az Ember a Fellegvárban egy remek Philip K. Dick könyv, amiről már egyik videómban beszéltem is. Sőt, még az adaptációjáról is, az Ember a Fellegvárban című sorozatról is készült videó. Viszont közben az Amazon kidobta a várva várt második évadot, amivel kapcsolatban úgy összvisz egy darab kérdésem volt. Kiderül végre, hogy mik azok a fránya filmtekercsek, vagy csak tovább húzzák az agyunk? Hello, hello, sziasztok! Az én nevem Betfir. Szóval a történet az rögtön ott folytatódik, ahol az előző rész abba maradt. A második évad tovább duzzasztotta azokat az erényeket, amik miatt eddig is szerettük. Viszont a hibái sajnos ugyanúgy megmaradtak. A könyvből átemelt legfőbb szempont az alternatív történelem apró részletekbe menő prezentálása a második évadra hatványozottabban igaz. Betekintést nyerünk a magasrangú náci tisztek feleségeinek mindennapjaiba, a berlini fiatalok drogoktól és szeszes italoktól bódult partijaikba, az ottani felsővezetés náci szimbólumoktól és politikai csatározásoktól hemzsegő erődjeibe, és a már látott New York és San Francisco városának egyéb területeibe is. Könnyedén tehetnék olyan kijelentéseket, hogy az Ember a Fellegvárban egy kötelező sorozat, de az igazság az, hogy leginkább azoknak fogja lekötni a figyelmét, akiket kifejezetten érdekel ez a világ. Mert ha le se tojná magát a koncepciót, biztos vagyok benne, hogy már az évad felénél hagytam volna a fenébe az egészet, olyan szinten leül a cselekmény. A misztikus filmtekercsekről totál elvész a fókusz, helyette olyan létjogosulatlanak érződő szálakra koncentrál a film, amik hosszú távú fogyasztása után megfogalmazódik bennünk a kérdés, eddig is erről szólt ez a sorozat? Mindez hozzájárul, hogy pont azokkal a szereplőkkel nehéz azonosulni, akik a kisembert keltik életre. Frank Frinkel bánt a legkegyetlenebbül a széria. Tragédiák sorozata csapódik le ezen az emberen, de hiába, mert ez csak a papíron állja meg a helyét. Ezzel a figurával sehogy se tudtam együtt érezni, pedig ebben az évadban már sokkal vállalhatóbb alakítást nyújt, mondjuk nem is kell az érzelmek széles skáláján játszania. Viszont az utolsó három rész mindenért kárpótol. Az évad végén egy olyan intenzív, feszült felpörgést kapunk, hogy csak kapkodjuk a fejünket, mi történik. Az összes szál csigatempója, minden kis fogaskerék ezt a végjátékot készítette elő. A csavarok működnek, gyönyörűen összeáll a kép, és a filmtekercsek eredetére igaz, hogy nem, de azok hasznosságára fény derül. Emellett pedig kerek, befejezett érzetet kelt az évad, annak ellenére, hogy még így is rengeteg a megválaszolatlan kérdés, és hál' Istennek nem egy hatalmas cliffhangerrel zárult. Rufus Sewell, Obergruppenführer John Smith szerepében még mindig sziporkázik, talán az egyik legemlékezetesebb antihős, amit sorozat valaha felmutatott. A több játékidőt kapott Brennan Brown is kifejezetten jól hozza a könyvben megismert műkereskedő figuráját. Öröm látni, milyen árnyaltan prezentálnak továbbra is minden karaktert, minden oldalt és minden frakciót, amit csak felvonultat a sorozat. A motivációi mindenkinek érthetőek. Az Ember a Fellegvárban a második évadára nem nőtte ki a gyermek betegségeit. Lassú, helyenként unalmassá válik, viszont a végén felmutatott intenzivitás és remekül összeálló történet kiválóan egyensúlyozza ezeket a negatívumokat. Akiknek az első évad kifejezetten tetszett, azoknak ezt amúgy szívesen ajánlom, akik viszont nem tűrik, ha lemer csökkenni a vérnyomás és részeken keresztül nincs cici és erőszak, azoknak akár csalódás is lehet. Betfir voltam, köszi a figyelmet, sziasztok!